A sok őszi hazai meccs következményeként az év elején sorozatban idegenben lép pályára Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a legutóbbi fordulóban Mezőberénybe látogatott, ahol érvényesítette is a papírformát. Az első negyedet 25 ponttal nyerték Farkasinszkijék, megalapozva a magabiztos győzelmet. Végül 39 ponttal nyert a nyíregyházi gárda, úgy, hogy minden játékosa kivette a részét a pontszerzésből. A realitás azt mutatta, hogy azért mi vagyunk az esélyesei a mérkőzésnek. Ez negyedenként egy 8-10 pontot jelentett. Volt, amikor azért szorosabb volt, 20 pont alá jött az ellenfél, de utána sikerült újítanunk. Azt hiszem a realitás, és elsősorban annak köszönhető, azért nálunk sokkal hosszabb volt a cserepad, szerkezetben erősebbek voltunk, úgyhogy azt gondolom reális győzelmet arattunk. A munkánk nagy része azért is fontos, hogy mindenki érezze magáinak a csapatot, hogy nem igazán az az egy-két ember, akik eddig mezőnyből sokat tettek hozzá pontban, itt Brán Szavicsról, illetve Takás Mátira rájuk gondolva, hanem most már alsó posztokról is folyamatosan jönnek a pontok, illetve hát a többiek is szépen bekapcsolódnak. Csapatjátékban ez nagyon fontos. A nyíregyháziak a következő három meccsükön is idegenben lépnek pályára. A pénteki gyulai találkozót követően két rangadó vár Szavicsékra. A háromból kettő nagyon nehéz lesz, talán nem lebecsülve az ellenfelet, a Gyulát, a következő ellenfelet, ahol reálisan hasonló, mint a legutóbbi mezőberényi mérkőzésen mi vagyunk az esélyesek, de nem csak a meszt kell kidobni, kivinni a pályára, hanem oda kell tenni mindenkinek magát. Hát utána jön egy Ceglédi és egy Debreceni meccs, akik még jelenleg előttünk állnak. Nagyon nehéz mérkőzések előtt állunk ezen a szinten. Szeretnénk megnehezíteni az ellenfelek dolgát azon a két mérkőzéssel is, de elsősorban győzni szeretnénk. A tabellán jelenleg 12 győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen álló Sunshine Nyiksét hazai környezetben legközelebb március 23-án a Szentes ellen láthatják a szurkolók.